Hírességekről szóló anekdoták, az erdő izgalmas és rejtélyes történetei is olvashatók a Mesél a Sóstói Erdő című vándorkiállításon. A tablókon a több mint 100 éves helyi hírlapok mulattató vagy megrázó beszámolói közt is szemezgethetnek a nézők. A cél, hogy az érdekességeken keresztül mutassák be Nyíregyháza egyik legkülönlegesebb természeti értékét. A kiállítás megálmodója Scholz Róbert régész, aki több hónapos kutatómunkával állította össze a tárlatot. A régészet és a történet, valamint az erdő szeretete hozta azt az ötletet, hogy itt a 21. században Nyíregyházán a Sóstói erdőről próbáljunk meg egy kiállítást készíteni, amit egyfelől a gyerekeknek, tehát főleg a diákságnak készítettünk, hogy ezt iskolákban be lehessen mutatni, könyvtárakban, művelődési házakban, valamint a szakemberek is szól, mivel olyan új kutatási eredményeket gyűjtöttünk össze benne, amiről nagyon sok ember tényleg csak szakirodalmakból tud értesülni, és ez egy olyan szűk kör, amit úgy gondoltuk és úgy éreztük, hogy ezt mindenképp érdemes bemutatni nagy közönségnek is. A tárlatot a Nyírségkönyvtár Alapítvány, a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támogatásával szervezte, a kiállítás mellett konferenciát is rendeztek. Az alapítvány a közeljövőben kiadványt tervez a tárlat anyagából. A kiadványban sokkal részletesebben tájékozódhatnak nem csak a városlakók, hanem akár az ide ellátogató turisták is a Sóstói erdő azon érdekességeiről, vagy rejtélyeiről, amit mondjuk úgy, hogy az avar is rejthet, csak nem tudunk róla. A Sóstói erdőhöz kapcsolódó történeteket a tárlat kapcsán rendezett konferencián is hallgathatták az érdeklődők. Nyíregyházát úgy ismeri mindenki, hogy híres katonaváros volt. Ez főleg a 19. század végére igaz, amikor egy teljes huszárezred volt a úgynevezett nagy laktanyában, és egy fél huszárezred a Honvéd utcai laktanyában, tehát másfél ezer huszár. Nyilvánvaló, hogy óvatatlan meg kellett, hogy forduljanak a Sóston, pláne úgy, hogy a város nagy ünnepségeit rendszeresen a 19. század végétől már Sóston tartotta. Tehát a céheknek az ünnepsége, egyház ünnepségek és a városi majálisok mind-mind ott voltak, hiszen egy fantasztikusan jó hely a Sóstó, főleg azután, hogy a 20. század elején már Pazár István tervei szerint megépültek azok az épületek, amelyek ma is láthatók. A Mesél a Sóstói Erdő című vándorkiállítás június 11-ig látogatható a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban.